Címvédőként vágott neki a szezonnak a Máté Szalkai női kézilabda csapat, amely az őszi idényt 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel zárta. A Vakas Krisztina játékosedző által irányított együttes ezzel a teljesítménnyel az első helyen fejezte be a bajnokság első szakaszát. A téli szünetben a kapus Jurecska Kitti munkahelyi elfoglaltsága miatt, mint később kiderült átmenetileg, távozott a csapattól, és ez meghatározta az első tavaszi meccsek eredményeit. Kapus nélkül kellett dolgoznunk egy másfél hónapon keresztül, és ez nagyban látszott is az első mérkőzésen, és sajnos elvesztettük a hazai pályán a veletlenségüket, mert kikaptunk Ósz csapat ellen 1 góllal. Utána azt gondoltuk, hogy tudunk javítani, elutaztunk Vitka csapatához, és sajnos 0 kapus teljesítmény mellett itt szintén 1 gólos vereséget szenvedtünk. De azt gondoltuk, hogy majd Hajdúböszörmény ellen tudunk ismét javítani, de sajnos 1 félidőre volt elég, nagyon jó volt a csapatmunkánk, de szintén 1 gólos vereséget szenvedtünk. A szezon elején elszenvedett vereségek mellett az egyesület elnöke szerint az is nagyban befolyásolta a végső helyezést, hogy a végül 6. helyezett Ósztól mindössze 1 pontot tudtak elvenni. Az MMTK végül 3-28 pontos csapat mögött 25 ponttal a 4. helyen végzett. A bajnokság legeredményesebb játékosa is a Máté Szalkából került ki. Külön öröm számomra az, hogy a gólkirály Máté Szalka csapatából került ki. Kis Brigitta 181 gólt lőni azért egy ilyen mezőnyben azért ez jelentős. Ugyanakkor még a statisztikákat egy kicsit vizsgálva, 10 olyan játékosunk volt, aki 40 gólhoz, 50 vagy 60 gólhoz közeli gólokat ért el a bajnokság folyamán, ami azt jelenti, hogy egyenletes teljesítmény nyújtott ez a 10 ember. Természetesen a 17 fős keretben voltak fiataljaink is. A fiatalok közül 2-3 ember kiemelnék, a Demefővéreket, Deme Fandit és Barbit, akik az ifjúsági bajnokság gólövő listáján is elő vannak, és Tóki Viant, aki egy fiatal ifjú titán, aki még ifjúsági korú játékos, balkezes játékos, úgyhogy nagy értéke lesz ennek a csapatnak a továbbiakban. Jelen állás szerint 2 játékos, Jurecska Kitti és Móri Kata távozik a csapattól, a többiek maradnak, és néhány tehetséges fiatallal kiegészülve kezdik majd el a felkészülést a nyári pihenőt követően.